No, sziasztok srácok, lányok, én Dév vagyok, és ismét eljöttem egy videóval hozzátok, ami arról fog szólni, hogy jelen pillanatban van az most mostonline.hu oldala, ahol kimondottan nagy elkedvezmények vannak a Hevit termékekre, ami bizonyos mód eléggé alacsony árakon mennek most a napokban. Ebből szeretnék megmutatni nektek egy kimondott RGB mechanikus billentyűzetet, ami kimondottan 5500 forintért van, és csak egy ezres a szállítás, tehát 6500 forintért megrendelhetitek és ebben az árban átvetitek a terméket a saját lakásatoknál, tehát utánvétel együtt 6500 forintért rendelhetek mindössze, egy kék blue switches RGB mechanikus billentyűzetet, amit mindenkinek tudok ajánlani, mert szerintem 6500 forintért, de még el lehet kapni mechanikus billentyűzetet, kivéve netán, hogyha külföldről leározva rendeltek, de magyar oldalról ugye nincsen külön díj, és nem fogják adóztatni se, tehát én szerintem nagyon megéri, és nézzük is akkor ezt az oldalt. <Szorítan> Na és akkor itt is lennénk a kimondott oldalon, tehát most online.hu, a linket le fogom rakni a leírásba, 5490 forintért van Heavy mechanikus RGB gaming billentyűzet 61%-a van leárazva, HVKB 435L típus. Maga a billentyűzet teljes mértékben rgb és ami annyit jelent, hogy sok mértékben lehet változtatni a háttérvilágítást, és többféle funkció helyezkedik el ebben a billentyűzetben, ebből a termékből a nagy valószínűséggel én is fogok rendelni, és akkor be fogom mutatni nektek ezt a terméket egy külön videóban. Annyi a mechanikus billentyűzetnek az egyedüli negatívuma, amit én úgy gondolok, hogy nincs rajta numpad, na már Ugye a mechanikus billentyűzetek között rengeteg olyan billentyűzet van, ahol nem helyezkedik el a numpad a billentyűzet jobb felén, de ettől függetlenül szerintem teljes mértékben megfelel gamingre ez a kimondott billentyűzet. Jelen pillanatban ez a heavy kék blue switches, ennyit tudni kell róla. Na most akkor nézzük, mechanikus gamer billentyűzet állítható intenzitású RGB LED világítással, 100% anti-ghosting, NKRO funkcióval, mechanikus gamer billentyűzet, Masszív fémhajzat, tehát nem műanyagból van, sokkal masszívabb a, a billentyűzet Windows gombtiltás van benne, és hát e, állítható intenzitású RGB-let háttérvilágítás, tehát rengeteg funkció van benne. Maga a billentyűzetet mutatom, tehát így néz ki a, a billentyűzet, szerintem 5500 forintért nagyon nem drága, emellett a postázásra is 6500 forintért megéri, én szerintem megéri egy próbát, aki szeretett volna jó ideje mechanikus billentyűzetet, úgy gondolom, hogy ez egy nagyon jó ajánlat. És hát ö, rengeteg funkció van benne, mint ö, amik itt vannak, tehát lehet a fényerőt állítani, több ö, gombos kombináció, ö, metal kinézet, tehát ez a fémfelület a billentyűzetnek, tehát ö, sokkal masszívabb, emellett ugye ö, a háttérfényt lehet állítani, ö, lehet a fényerőt, a gyorsaságát a világításnak, és emellett még, mindjárt ha lázumon, igen, tehát ö, többféle custom háttérfét lehet beállítani, magát a, a flash lehet állítani, emellett bizonyos FN plusz S gomba például rögtön lehet menteni a felvételt, és egyéb ilyen könnyebb funkciók vannak ugye az FN gomb és az F 5, F10, stb. gomb használatával. Én úgy gondolom, hogy 5500 forintért nagyon olcsó ez a billentyűzet, tehát úgy gondolom mindenkinek megér egy esélyt, hogy netán még nem lenne mechanikus bilentyűzete. 5500 forint az szerintem nem a világ vége, és viszonylag tényleg egy olcsó mechanikus billentyűzet. Úgyhogy én nem is szeretném volna bemutatni ebben a videóban, linkelni fogom a terméknek az oldalát. És hát akkor én csak ajánlani tudom egyelőre ezt a billentyűzetet, viszont ha én is fogok rendelni belőle, akkor jön a videó belőle a tesztelésről, és hát uh, én is le fogom tesztelni ezt a billentyűzetet, ugyanis már nagyon régóta szeretnék egy mechanikus billentyűzetet. Írjátok meg kommentben, hogy nektek milyen mechanikus billentyűzetetek van, hogyha netán már van számotokra, hogy miért használtok, és hogy melyik a blue switch, vagy a brown barna switch, tehát hogy melyiket preferáljátok ki jobban. Én ennyit szerettem volna ebben a mai videóban, köszönöm, hogy itt voltatok, sziasztok!